Nagy zajjal indul az úthenger az új aszfalt csíkon, gőzerővel halad a felújítás Kisvárdán. Az ukrán határ közelében lévő város rohamléptekben fejlődik. Város fejlődik. Építkezések, az utak javítása. Tavaly több mint 6 milliárd forint támogatást kaptak az államtól, de nem csak onnan, az Uniótól is érkezett pénz. Lépcsők vezetnek a nyilvános vécéhez, a kis épület hamar megtelik, használata ingyenes, a beruházás viszont drága volt. Több mint 760 millió forintot adott rá az állam és az Unió a tábla szerint. A városban jutott uniós pénz ajándékboltra is. Humor és erotika sex shop olvasható az épületen. Egy olvasójuk a 24.hu-nak küldött róla fotót, azon az ablakban látszik egy tábla, ami az állami támogatást jelzi. A tábla mára eltűnt onnan. A tulajdonos 3,6 millió forintot nyert egy pályázaton, a pénz egy részét az Unió állta. A nő azt állítja, telephelybővítésre kapták az összeget. A miniszterelnökség honlapján ugyanakkor az áll, vállalkozás fejlesztés új ajándékbolt építésével, erre nyerték a támogatást még 2012-ben. Azt a tulajdonos is elismerte, hogy a bolt már akkor sem volt új, idén 9 éve, hogy üzemel. Ez már egy meglévő üzlet volt. Tehát önök szexshopként pályáztak és szexshopként felnőtt ajándékboltként nyertek. Nem szexshopként, mert ott csak fantázia név, ami ki van írva, még egyszer mondom, fantázia név. És többet nem szeretnék nyilatkozni, köszönöm. Több száz fotó van az üzlet közösségi oldalán, minden termékükről készítenek egy képet. Ezek között valóban vannak vicces ajándékok, pont úgy, ahogy felnőtt szexuális kellékek is. Az ügyben kerestük a kormányzati tájékoztatásért felelős miniszterelnöki kabinetirodát, hogy megtudjuk, miért kapott támogatást a különleges ajándékbolt, de erre nem kaptunk választ.